Ünnepélyes keretek között adták át Szakályban azokat a fejlesztéseket, melyek a Magyar Falu program nyújtotta forrásból valósultak meg. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy milyen fontos ez a támogatási forma a települések számára. A Magyar Falu programot a kormány 2019-ben indította el. 2022-es pályázati felhívások is már megjelentek, mégpedig számszerűen 14. január 3-án. Ez újabb 70 milliárd forintos fejlesztési forrást jelenthet a kis településeknek. Az én választókerületemben 58 település van, ebből 56 érintett ebben a pályázati rendszerben, és az elmúlt években nagyon szépen szerepeltek a különböző pályázatokon az önkormányzatok, úgyhogy örülök annak, hogy ilyen sok fejlesztési forrást ide lehetett vonzani. Szakály is élt a Magyar Falu program kínálta lehetőséggel, és több pályázatot is benyújtott. A sikeres elbírálást követően megújulhatott az orvosi szolgálati lakás, elkészülhetett egy új járdaszakasz, és az óvoda is új kerítést kapott. Szakályban ez a három fejlesztés most 40 millió forint fejlesztési forrás jelentett a településnek, de más egyéb pályázatok során 110 millió forintos fejlesztési forráshoz jutott hozzá a település, úgyhogy gratulálok nekik, és hát remélem, hogy az idei pályázati felhívásokat is olvassák, és minél több pályázatot nyújtanak be ők is. A település a jövőben is él a Magyar Falu program nyújtotta lehetőségekkel.